Sziasztok! Köszöntök mindenkit a legeslegújabb könyvklubunkon. Kerülj ki az adósságból örömmel! És még mielőtt belekezdenénk, nem csak azoknak szól ez a könyv, aki adósságban van, akinek anyagi problémái vannak, hanem aki több éberséget szeretne, több tudatosságot szeretne vinni a pénzügyeibe. Úgyhogy ez a hívás, ez most ingyenes, és bárki csatlakozhat ehhez a könyvklubhoz, havi könyvklub lesz, minden egyes hónapban újra és újra lehet csatlakozni hozzánk, utólagosan is, és nagyon izgalmas felfedezések várnak ránk ez alatt a pár hónap alatt, vagy hát addig, ameddig jöttök velünk. A könyvvel is haladni fogunk, és különböző gyakorlatokat is fogunk hétről hétre csinálni, mint tavaly végig csináltam Simonnak az egyéves Kerülj ki az adósságból örömmel programját, ami most már 3 éve fut, és most tavaly volt először Magyarországon, most már a könyv is megvan hozzá, és azok, akik az első könyvklubban részt vettek Simonnal, jöttek a második és harmadik könyvklubra is, aki volt olyan szerencsés, hogy haladhatott vele, hiszen ez egy folyamatos, tudatos kapcsolódás lesz nekünk a pénzzel, az üzlettel, és azokkal a nézőpontjainkkal, amik irányítják a valóságunkat, a pénzügyi valóságunkat, a kapcsolatainkat, az üzleti kapcsolatainkat, és mi más lehetséges, hogyha elkezdünk odafigyelni, és egy más nézőpontból, más szemszögből teremteni az életformánkat. Simon azt mondja az Üzletöröme című könyvben, hogy ha vér csorgadozik az ereidben, akkor már az üzletedben vagy, hiszen az üzleted az életed, és az életed az üzleted, és mi az, amit létrehozhatsz teljes könnyedséggel, teljes örömmel, az üzlettel, az életeddel, a pénzügyeiddel, amit mostantól választhatunk, még akkor is, hogyha idáig nem választottuk ezt a tudatos működést. És mit teremthetünk, mit hozhatunk létre ebből a térből, a lehetőségek teréből? Ugye mi már egy páran, akik itt vagytok, túl vagyunk a Hogyan válj pénzé könyvklubon, és a Haladó Hogyan válj pénzé könyvklubon, ami rengeteget változtatott az elmúlt, hát nem is tudom, talán fél évben a nézőpontjainkon. És hogyha haladunk ezzel tovább, mi az, amit létrehozhatunk, ami mérföldekkel több, nagyobb életet tud létrehozni, nagyszerűbb életet tud létrehozni, mint amiben idáig működtünk. Mi kellene hozzá, hogy kikerüljünk a mókuskerékből, és hogy többé ne a pénz legyen a központi téma, hanem egész egyszerűen a lehetőségeink, a teremtéseink, és a teremtéseink alkalmazkodjanak ahhoz a pénzügyi teremtéshez, amit létrehozhatunk. Tehát, hogyha a pénz nem számítana, tedd fel minden nap ezt a kérdést, ha a pénz nem számítana, akkor mit választanék ma? Milyen életet élnék, hol lennék, mit csinálnék, mit teremtenék, mit hoznék létre, és ezt hogyan lehetne könnyedén és örömmel megteremteni, létrehozni, ami még soha nem működött nekem, ami még soha nem volt lehetséges a számomra. Mi lenne akkor, hogyha ez most egy vágányváltásnak a kezdete lenne, amikor szépen mentünk egy irányba, és fogjunk magunkat, és átugrunk egy más dimenzióba, egy más térbe, mint hogyha egy felülminősítenénk magunkat és az életünket, egy teljesen új szintre hoznánk azt a működést, ami lehetséges a számunkra. És mi van, hogyha bármi lehetséges, hogyha te vagy az életed létrehozója, az életed teremtője, az életed producere, az életednek a direktora és főszereplője, akkor mit hozhatsz létre most, mit teremthetsz most, ami igazán, igazán, igazán azt az életet hozza létre, amit szeretnél.
És hogyha esetleg ezt a videót megnézik olyanok is, akik nem accessesek, akik nem ismerik az access módszerét, hiszen ez a könyv, ugyan az access consciousness alap eszközeit használja, viszont nem kifejezetten csak accesseseknek íródott. Ahogy Gábor is írta, régen dobáltunk, az accessben van egy ilyen kis furcsa szokás, hogyha valami változást szeretnénk létrehozni, akkor arra dobunk egy energiabombát, amivel megváltoztatjuk azt a jelent, amiből működtünk, és amiből egy új valóságot tudunk létrehozni. A vágányváltás, az a 13-as, ez akár lehet szerencsés szám is, úgyhogy, hogyha gondoljátok, akkor dobjunk egy 13-ast, mondom, aki nem access-es, ne lepődjön meg. Mi van, hogyha ez tényleg beinvitálja azt a szerencsét, azt a működést, azt a csodát az életünkbe, amivel egy teljesen új valóságot hozunk létre. Mint hogyha kilépnénk az egyik vágányról, és átlépnénk a másikra, úgyhogy dobjunk egy 13-ast itt az elején. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Szóval ez már egy új valóság. Az örömteli valóságunk, akár van adósságod, akár nincs, egy újabb, nagyszerűbb pénzügyi valóság megteremtésének a valósága. Úgyhogy erre invitállak titeket. Simon Milesesről egyébként annyit kell tudni, hogy ő Ausztráliában élt, most már az Access Consciousness világkoordinátora, nagyon sok tanfolyamot tart a világ minden táján, és egyébként kereskedelemmel foglalkozott, amikor fiatal volt, rengeteget utazott, és Ausztráliába hozott be különböző termékeket Indiából, Kínából, és fesztiválokon kereskedett, szóval nagyon izgalmas élete volt, nagyon, nagyon sok mindent csinált egyszerre, viszont olyan nehézkesen mentek a dolgai, soha nem kért segítséget, szülői segítséget, pedig kérhetett volna, és egy picit eladósodott. Felhalmozott 180 ezer dollárnyi adósságot, és hát ez igen csak nyomta a lelkét, hiszen ezek nem banki kölcsönök voltak, hanem magánemberektől kért kölcsön innen-onnan ahhoz, hogy az üzletét tudja működtetni, ami nehézkesen működött, és akkor jött egy olyan elhatározása, hogy a kezébe veszi a pénzügyeit, elkezdi ő tudatosan irányítani azt a működést, ahogy idáig teremtette a pénzügyeit, és ebben a könyvben leírja, hogy hogyan jött ki az adósságból könnyedén, hogy hogyan teremtette meg nem csak azt a pénzügyi stabilitást, amiben működik azóta is, hanem azt a bőséget, azt a gazdagságot, amit létrehozott az elmúlt években. És köszönheti ezt részben az Access-nek, illetve Gary Douglasnek, aki Ausztráliába ment előadást tartani, akkor még nem volt túl sikeres az Access módszer, nem volt annyira ismert, és nagyon-nagyon kevesen mentek el a tanfolyamokra. Szóval Gary is tartott olyan tanfolyamokat, ahol egy-két érdeklődő volt, és Ausztráliában szintén az egyik tanfolyamára csak Simon ment el. Hogy mennyire nem számít az, hogy hányan vannak egy-egy tanfolyamon, hanem az a fontos, hogy az, aki ott van, az milyen inspirációt kap, és milyen lehetőségeket tud hozni az életbe. Szóval mi van, hogyha ez nem lineáris, és mi van, hogyha nem az adok-kapok univerzumából működünk, tartok egy tanfolyamot, kapok érte pénzt, vagy adok egy szolgáltatást, és ezért kapok ellenszolgáltatást, hanem az ajándékozás és befogadás teréből működünk. Hiszen Gary mondhatta volna azt, hogy nem utazik el Ausztráliába, nem éri meg neki, nem éri kifizetni a terembérletet, és nem tartja meg a tanfolyamot, de azt választotta, hogy mit teremthet, hogyha
mégiscsak egy embernek megtartja. És ez az egy ember Simon volt. Ott volt a tanfolyamán, és azóta fellendítették az egész módszer, most már 170 országban elérhető, az egész világon több ezer facilitátor tanulta meg ezt az eszköztárat, és tanítja ennek az ezeknek az eszközöknek a használatára az embereket, inspirálja az embereket arra, hogy válasszanak többet, hogy bármi más is lehetséges, nem csak az, amit elképzeltünk, vagy azok a korlátozott valóságok, amiből működünk, a mókuskerékből, amiből nem merünk kilépni, amihez ragaszkodunk, ragaszkodunk az álbiztonsághoz, ragaszkodunk a stabilitáshoz, amit tulajdonképpen nem is működik. Gondoljatok bele, hogy abban a pillanatban, amikor éppen itt engem hallgattok, és mondjuk belélegeztek, és kifújjátok a levegőt, vagy éppen szürcsölgetitek a kávétokat, hány molekulád változik, hány molekulád, mi van, hogyha tudnád, hogy az összes sejted rezeg, az összes sejted mozog, és semmi sem stabil, soha. Egyik pillanatodban sem, még mikor alszol, akkor is több ezer sejtet hal meg, és több ezer új sejt keletkezik, minden rezeg körülted, minden mozog, és nincs stabilitás, ez nem létezik. Szóval milyen álbiztonságát a stabilitásnak használjuk arra, hogy ne merjünk kilépni, ne merjünk változni, ne merjünk változtatni dolgokon, és toporgunk egy helyben, siránkozva, panaszkodva, ahelyett, hogy néznénk, hogy mi más lehetséges, milyen csodálatos kalandjaink lehetnek ma, amik túl vannak azon a valóságon, amiből idáig működtünk, mit hozhatunk létre, ami soha nem létezett ezen a világon saját magunknak, a környezetünknek, és akár az egész világnak. Hiszen Gary Douglas és Simon Milleses megváltoztatták több millió ember életét azokkal az egyszerű pragmatikus eszközökkel, amiket használnak. Ez tulajdonképpen egy kérdezéstechnika, ami megnyitja a teret a lehetőségeknek, hiszen amikor kérdezel, akkor nem tudsz ítélkezni. És amikor nem ítélkezel, amikor nem állítasz, amikor kérdésben vagy, pozitív kérdésekben, pozitív és nyitott kérdéseket teszel fel, azzal megnyitod a teret annak, hogy olyan dolgokat vegyél észre, olyan dolgokra legyél éber, olyan dolgokat tapasztalhassál meg, ami idáig itt volt előtted, de eszedbe se jutott, hiszen nem volt benne a te valóságodban. Nem volt kognitívan, megoldásként a fejedben az, ami lehet, hogy másoknak teljesen természetes vagy lehetséges. Szóval mit hozhatunk létre, mit teremthetünk akkor, hogyha nem a kikövetkeztetésekből, az algoritmusokból működünk, hanem elkezdünk megnyílni a lehetőségekre, és elkezdjük kinyitni a szemünket a világra, és mást érzékelni belőle, mint amit idáig megláttunk. Hogyha áthelyezzük a fókuszunkat, vagy a szűrőnket levesszük, lehet, hogy teljesen más mutatkozik meg, mint ami idáig volt. Úgyhogy vágjunk is bele a könyvbe, hiszen nagyon izgulok, hogy hogy fog nektek is tetszeni. Nekem fenomenális volt ez az elmúlt egy év, és ebből szeretnék minél többet átadni nektek is, abból a teremtésnek, abból a teréből, abból az izgatottságából, abból a pezsgő energiájából, ami itt van számunkra, és lehetővé teszi, hogy bármit megváltoztassunk, ami idáig úgy tűnt, hogy nem működik. És mivel is kezdi Simon a könyvét? A hálával. A hála az egyik legerősebb teremtés forrás. Hiszen, hogyha hálás vagy, és abból a dologból, amiért hálás vagy, még többet kérsz, akkor az univerzum csak arra vár, hogy még többet adhasson neked. Ez az univerzum, ez egy bőséges univerzum, mindenből van elég. Csak nézzetek körül, nézzétek meg, hogy milyen prosperitás van, milyen bőség van, milyen
milyen végtelen tárháza van a lehetőségeknek, de mi az, amit te hajlandó vagy, és képes vagy észrevenni, tudni, létezni, és befogadni belőle. Hiszen csak nézzél körül, mennyi bolt van körülöttünk, mennyi csodálatos épület, lakás, ház, mennyi gyönyörűbbnél gyönyörűbb modern kocsi, mennyi pénz, mennyi luxusbolt, mennyi étterem, mennyi szálloda. Ha csak felnézel az égre, nézd meg, hogy mennyi repülő repül el egy nap a fejed felett. És gondolj bele, hogy azok az emberek, akik utaznak, mennek mindenfelé, akik kifizették a repülőjegyet, és az utazási célpontjuknál a szállást, vagy az éttermeket, gondolj bele, hogy mennyi pénz van az univerzumban. És hol hitted el, hogy kényelmi távolságot kell teremtened közted és a pénz között? Hol hitted el, hogy ez jár másoknak, de te nem érdemled meg, nem kaphatod meg, nem lehet a tiéd, nem élheted át. Minden, ami ez, ezeket hajlandók vagytok elpusztítani, és nem teremtetté tenni minden olyan korlátozást, minden nézőpontot, minden hiedelmet, minden hitrendszert, minden átvett mintát, ami nem engedi meg neked, hogy megélj te is azt, ami másoknak elérhető. Mi van, hogyha neked is lehetséges, és hol hitted el, hogy nem? Ezek alatt a hívások alatt előfordul, hogy fogok furcsa dolgokat mondani, olyanokat, amiket nem szoktatok meg, akár ilyen humbug cuccokat is. Ezek arra szolgálnak, hogy kiüssék a kognitív, a tudatos gondolkodásodat, az agyadat. Nem kell feltétlenül megérteni, de még mielőtt megijednétek, az Access Consciousness tisztító mondatát elő fog fordulni, hogy használni fogom. Erről többet tudhattok meg Dr. Dane Heer, az egyik, az Access módszer egyik társalapítójának a kis videójából, aminek a linkjét majd a videóhoz csatolni fogjuk, vagy esetleg Adri, hogyha tudod, akkor megköszönöm, hogyha csetbe beteszed. Tehát a tisztító mondatról, ami úgy hangzik, hogy helyes, helytelen, jó, rossz, potpok, mind a kilenc rövidek fiúk és túlon túl. Igazából ez arra szolgál, hogy tudjuk, hogy semmi sem helyes, semmi sem helytelen, semmi sem jó, semmi sem rossz, és mindenhol, ahol elhittük, hogy ezek a dolgok jók, rosszak, mindenhol, ahol megítéltünk bármit, amikor egy-egy állítást teszünk, és feljön egy energia, ezeket eltöröljük, elpusztítjuk, és egy új nézőpontból, egy új szemszögből kezdjük el működtetni az életünket. Úgyhogy, ha ezt a furcsa mondatot halljátok, ne jegyetek meg. Ez az Access egyik törlő mondata, vagy tisztító mondata, és nézzétek meg a kis videót Dénynál. De visszatérve a könyvre, hála! Mi nektek a hála? Mikor vagytok hálásak, és mikor nem vagytok hálásak, amikor hálásak lehetnétek? Mindenhol, ahol nem veszitek észre azt a csodát, amiből léteztek, mindenhol, ahol nem érzékelitek azt a bőséget, ami körülvesz, és azt a bőséget, ami bennetek van, mi kellene hozzá, hogy lássátok, érzékeljétek, tudatosuljon bennetek, tudjátok, és befogadjátok? Mi az az elismerés, akik lehettek az életetekért, és mi az a hála, akik lehettek azért az életért, amit már megteremtettetek, amit létrehoztatok? És hogyan lehet ez még ennél is jobb? Mi más lehetséges még, hogyha abból a hála teréből működtök, hogy már most is csodálatos az életünk, és bármi lehetséges még ezen is túl. Szóval hála Simon tollából. Köszönöm minden embernek a bolygón, akikkel már találkoztam, és azoknak is, akikkel még csak ezután fogok.
Gary és Dane az Access Consciousness sorsfordító eszközeiért, a barátságotokért, és azért, hogy megerősítettetek abban, hogy tudjam, hogy bármi lehetséges. Justinnak, a PR ügynökömnek, amikor valami nem jól sült el, mindig azt mondtad, ne aggódj, ez csak egy kis vihar a biliben. Moirának, mert megváltoztattad a paradigmáimat, amikor megkérdezted tőlem, hogy miért ne lehetne házad Brisbane-ben és a Sunshine Coast-on is egyszerre. Brandonnak, mert az élvezetes másik felem vagy, napi inspiráció, aki mindig lát engem és vezeti közös teremtéseink pénzügyeit. Rebekának, Amandának és Márninak, ez nem jött volna létre a segítségetek nélkül. Úgyhogy köszönöm. Az üzlet öröme és az Access Consciousness. Köszönöm a támogatásotokat, a hihetetlen kreativitásotokat, és azt, hogy annyira bulis veletek játszani és dolgozni. Steve-nek és Csutiszának köszönöm az összes pénzügyi egyszer egy teremtő alkalmat veletek. Chrisnek, Csutiszának, Steve-nek, Brandonnak, Gerinek és Dane-nek köszönet a történeteitekért, a változásról, amelyek megmutatják az embereknek, hogy mindig van egy másfajta lehetőség. Ne add fel, ne szállj ki, teremts folyamatosan, és tudd, hogy bármi lehetséges. Szóval tudd, hogy bármi lehetséges. Az előszó kerül ki az Adósságból Örömmel című könyvnek. 187 ezer dollárnyi adósságom volt, mielőtt hajlandó voltam megváltoztatni a pénzügyi valóságomat. Ez nagyon sok pénz, és tulajdonképpen a másik oldalon semmit sem tudtam felmutatni. Számos különböző munkám volt, és körbeutaztam a világot. Üzleteket indítottam útjára, és közben nagyon jól éreztem magam. Pénzt kerestem, de nem volt saját lakásom vagy befektetéseim, illetve bármiféle fogalmam arról, hogy valójában mekkora adósságban úszom. Kerültem, hogy ránézzek, és valahol azt reméltem, hogy ez egyszer csak magától megoldódik majd. 2002. júliusában találkoztam Gary Douglas-szel, az Access Consciousness alapítójával, ez a cég, amelynek jelenleg is a globális koordinátora vagyok. A Mind, Body and Spirit, a Tudat, Test és Lélek Fesztiválon, ahol volt egy kis tandem az akkori üzletemmel, mely a Good Vibes for You, tehát a jó rezgések neked nevet viselte. Egy közös barátunk mutatott be Gerinek. Geri megölelt, majd azonnal hátralépett. Azt mondta, tudod, sokkal jobban járnál, ha nyitott volnál a befogadásra. Boldogabb lennél és több pénzt is keresnél. Ez képtelenségnek hangzott. Hogy érti azt, hogy befogadás? Nem volt értelme. Azt hittem, hogy folyamatosan adnom és adnom kell, és ettől majd jobban fog működni az életem. Soha senki nem beszélt még nekem a befogadásról. Azt hittem, hogy azért vagyok ezen a bolygón, hogy adjak. Elmentem Geri egyik előadására a fesztiválon. A kapcsolatokról volt szó. Eredeti stílusa volt, káromkodott, fesztelen volt és vicces. És nem akarta megmondani az embereknek, hogy mit kellene vagy nem kellene tenniük. Ő mondta elsőként azt, hogy jogodban áll azt választani, ami neked működik, és nem kell olyannak lenned, vagy azt tenned, amiről mások azt gondolják, hogy tenned vagy lenned kéne. Te vagy az egyetlen, aki tudja, hogy mi az igaz számodra, és senki más. Fura, ugye? Ez egy merőben más nézőpont, és egyben rendkívüli megerősítés volt. Kíváncsivá tett. Használni kezdtem az Access Consciousness eszközeit, és észrevettem, hogy az életem csodálatos módokon indult változásnak. Boldogabb lettem, és sok dolog könnyebbé és örömtelibbé vált az életemben. Hallottam néhány előadást, ahol Gary és az üzlettársa dr. Dane Heer beszélt a pénzzel kapcsolatos eszközökről, de őszintén szólva nem igazán fogtam fel, amit mondtak, és nem is szenteltem túl sok figyelmet nekik. Ez így ment egészen a harmadik Access tanfolyamig,
amikor végre meghallottam, amit a pénzről és az eszközökről mondanak, amelyeket használva meg tudjuk változtatni a pénzügyi helyzetünket. Megkérdeztem magamtól, mi lenne, ha tényleg használnám ezeket az eszközöket? Az életem összes többi része változásnak indult, amikor elkezdtem alkalmazni az Access eszközeit. Lehet, hogy meg tudna változni a pénzügyi helyzetem is. Nem mondtam el senkinek, hogy erre akarom használni az eszközöket, mert rájöttem, hogy ez ugyanolyan lenne, mint amikor a dohányzást akartam abba hagyni. Van, aki tényleg támogatna abban, hogy hatalmas pénzeket keres. Szóval csak úgy, magamnak, elkezdtem használni egy-két eszközt, és a pénzügyi helyzetem elég gyorsan változásnak indult. A pénz látszólag véletlenszerű helyekről érkezve kezdett el megjelenni az életemben, és a hajlandóságom a pénz befogadására olyan dinamikusan növekedett, hogy egy idő után képes voltam birtokolni mindazt a pénzt, ami bejött, ahelyett, hogy folyamatosan azt kerestem volna, hogy hogyan tudnám elkölteni, vagy valamire kifizetni abban a pillanatban, hogy megjelent. Megint ez a befogadás. Lehet, hogy Gary mégiscsak tudott valamit, amikor azt javasolta, hogy legyek nyitott a befogadásra. 2 év alatt kikerültem az adósságból. Lehet, hogy most arra számítasz, hogy azt mondom, csodálatos volt végre szabadnak lenni az adósságtól. De én nem így éreztem. Furcsa volt, hogy nem volt tartozásom. Sokkal kényelmesebb volt adóssággal rendelkezni, mint mentesnek lenni tőle. Egyrésztről sokkal inkább volt ismerős érzés. Emellett passzolt a legtöbb barátom energiájához. És kétségtelenül egybevágott ennek a valóságnak az energiájával, ahol mindenki tudja, hogy küzdeni kell a pénzért és a pénzzel. Az általános hiedelem az, hogy keményen meg kell dolgoznod a pénzért. A pénz nem jelenhet meg csak úgy könnyedén, örömmel és ragyogva. Mindezek fényében nem túlzottan meglepő, hogy rövid időn belül, nagyjából 2 hét alatt újra adósságba keveredtem. Szerencsére hajlandó voltam felismerni, hogy mit is csinálok. Azt választottam, hogy éber leszek arra, amit épp teremtek, és az Access-ben tanult eszközöket használva végre képes voltam megfordítani a pénzügyi helyzetemet. Ebben a könyvben megosztom veled az eszközöket, és mindazt, amit én használtam arra, hogy az adósság választásából egy olyan térből való működésbe mozduljak, ahol hajlandó vagyok pénzzel rendelkezni, és használni is azt az életem és élésem kiterjesztésének örömteli hozzájárulásaként. Ez a könyv valójában egy olyan pénzügyi valóság megteremtéséről szól, amely örömteli és működik számomra. Ha ez valami olyan, amiben szívesen belevágnál, akkor hajlandónak kell lenned kíméletlenül őszintének lenni magaddal, és másfajta választásokat hozni. Kegyetlenül tisztában kell lenned azzal, amit valójában választani szeretnél, mert az igazság az, hogy te vagy az, aki mindazt megteremti, ami az életedben megjelenik. Könnyen hiheted azt, hogy most csupán üres közhelyeket puffogtatok. Mindent meg tudsz változtatni. És talán csábít is a gondolat, hogy mindezt átugort, vagy figyelmen kívül hajt. De nézd csak meg még egyszer, amit mondani akarok. Ha az a vágyad, hogy egy olyan pénzügyi valóságot teremts, amit igazán szeretsz, és ami igazán működik neked, akkor el kell ismerned, hogy egyedül te vagy az, aki meg tudja változtatni a dolgokat az életedben, senki más. Ez nem azt jelenti, hogy teljesen egyedül vagy a világban, ahol senki és semmi nem lehet a segítségedre vagy hozzájárulása számodra. Ez azt jelenti, hogy hajlandónak kell lenned elismerni, hogy minden, ami eddig megjelent az életedben, az azért van ott, mert te oda teremtetted. A legtöbb ember nem akarja ezt hallani, mert azt hiszi, hogy ez azt jelenti, hogy még inkább meg kell ítélniük azt, amit jelenleg nem szeretnek az életükkel kapcsolatban. Még annál is jobban, mint ahogy jelenleg teszik.
Kérlek, ezt ne csináld. Kérlek, ne ítélkezz magad felett. Nem vagy rossz. Csodálatos, fenomenális teremtő vagy. A felismerés, hogy a teljes valóságot teremtője vagy, igazi megerősítés. Mert ha te voltál az, aki ezt az egészet teremtette, akkor meg is tudod mindezt változtatni. És ennek messze nem kell olyan nehéznek és lehetetlennek lennie, mint ahogy gondolod. Ezzel együtt le kell tisztáznod magadban azt, hogy mit szeretnél pénzügyi valóságotként teremteni. És aztán használni az eszközöket, amelyek lehetővé teszik majd ennek a megteremtését. És ezért írtam ezt a könyvet, hogy átadjam neked az eszközöket, a kérdéseket, és hogy arra invitáljalak, hogy megteremts bármit, amire csak vágysz. Ha bármit meg tudnál változtatni, ha bármit meg tudnál teremteni a pénzügyi világodban, akkor mit választanál? És egy fontos megjegyzés, az összes eszköz ebben a könyvben az Access Consciousness-ből van. A történetek viszont az enyémek. Hatalmas köszönet Gary Douglasnek és Dr. Dane Hirdnek a folyamatos hozzájárulásukért, és hogy a soha véget nem érő változás forrásaként léteznek. Szóval ennyit Simonról, az előszóról, és személyesen ismerem Simon, több tanfolyamán is voltam. Csodálatos lény, akinek tényleg nincsen lehetetlen. Tehát onnan, hogy egy átlagos ausztráliai családból származik, most már bejárta az egész világot, a világ minden táján tanfolyamokat tart, koordinálja az Access Consciousness világ szervezetét, és nincsen számára lehetetlen. Tehát amikor az elején leírja az előző könyvében, hogy fillérekből utazott át Ázsiába, hogy különböző kicsi falucskákban találjon olyan embereket, akik a kis ajándéktárgyait elkészítik, amiket árult. Odáig, hogy most már magánrepülővel megy a különböző tanfolyamokra, és szeretné lassan létrehozni a saját magánrepülő vállalkozását, ami egy elég extrém út, amit ő bejárt. Mi van, hogyha ez bárkinek lehetséges, bár nyilván én például nem szeretnék magánrepülő társaságot létrehozni, de milyen céljaim vannak, vagy milyen céljaid vannak neked, amit szeretnél létrehozni, amiről mindig is álmodtál, de olyan messzinek, olyan lehetetlennek, olyan képtelennek tűnt. Abból a valóságból, amiben működtél, abból a szűkös környezetből, amiből működtél. De mi van, hogyha bármi lehetséges, és a kérdésekkel, illetve az ebben a könyvben szereplő technikákkal bármit meg tudunk változtatni, bármit létre tudunk hozni, örömmel, könnyedén és ragyogva. Hogy miről is lesz szó ebben a könyvben? Itt egy pici a tartalomjegyzékről. Az első részben új pénzügyi valóságot teremtünk. Beszélgetünk majd arról, hogy mit teremt pénzt. Hogy soha nem úgy jelenik meg, ahogyan számítasz rá. Tehát nem létezik az ok és okozat mitozza. Mindent, amit elhittünk arról, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy valami létrejöjjön, ezt mind hajlandóak vagyunk elpusztítani, és nem teremtetté tenni ezeket a nézőpontjainkat, mert mi van, hogyha valami más is lehetséges? A második alapelv, hogy kérd és megadatik. Mi van, hogyha azért nem kapunk dolgokat meg az életünkben, mert eszünkbe sem jutott még kérni? Azt gondoltuk, hogy ez lehetséges, de csak másoknak. És ezért mi magunknak nem is kértük, fel sem merült a gondolat, hogy nekünk is létezhet, létrehozható, nekünk is jár. Szóval mi az, amit még soha nem kértél, amit hogyha kérnél, akkor lehet, hogy megjelenne az életedben.
az egyik kedvenc mondatom. A pénz az örömöt követi, és nem fordítva. Hányszor tesszük a pénzt az örömünk forrásává? Majd, ha sok pénzem lesz, majd, ha gazdag leszek, majd, ha meg lesz a lakásom, majd, hogyha meg lesz az autó, majd, hogyha meg lesz ez, vagy az, a munkahelyem, akkor majd örülni fogok, akkor majd boldog leszek. Mi van, hogyha ez nem igaz? Mi van, hogyha most is lehetsz boldog, és az örömöt követi a pénz? A pénz az csak egy végtermék. Nem a pénz a forrása az életednek. És mi van, hogyha bármit létre tudsz hozni, csupán a választásoddal? És azzal az örömmel, aki vagy. Milyen invitálása lehetsz a pénznek az örömöddel? És akkor rátérhetünk arra, hogy mi az, ami örömet okoz neked. Mi az, amit igazán szeretsz az életedben. Mi az, ami feltesdíti a véredet, ami megbizsergeti a testedet, ami azt az orgazmikus működést hozza létre az életedben, amit bármelyik pillanatban megélhetsz. Szóval hagyd abba, hogy a pénzt jelentőségtelivé teszed, mert nem a pénzed lesz a boldogságod forrása. A boldogságod forrása te vagy. Erről fogunk beszélgetni az első fejezetben, rengeteg szuper kis játékot is belevíve. És aztán rátérünk az adósságra, az adósság kezelésére. Ha nincs adósságod, akkor pedig a pénzügyeidnek a tudatos kezelésére. Szóval mi változtatja meg az adósságot? Mindig a nézőpontot teremti a pénzügyi valóságodat. Mi a nézőpontod a pénzről? Mit hittél el róla? Milyen környezetben szocializálódtál, ami mintát adott arra, hogy hogyan lehet a pénzzel működni, bánni? És ugye sajnos, vagy nem sajnos, de például Magyarországon nincsen pénzügyi edukáció, nincsen pénzügyi tanítás, és az emberek nem tudják, hogy hogyan bánjanak tudatosan a pénzzel. Úgyhogy erre lesznek példák, feladatok, különböző táblázatokat kell majd vezetnünk, úgyhogy lesz ám bőven dolgotok, hogyha jöttök velem ennek a teremtésére, hétről hétre házi játékokat, házi feladatokat fogtok kapni, és tudatosan ránézünk olyan dolgokra, amire lehet, hogy még soha nem néztetek rá. Lehet, hogy még soha nem vezettétek a pénzügyeiteket. Lehet, hogy azt se tudjátok, hogy mennyi a bevételetek, vagy miből gazdálkodtok, vagy mennyi a kiadásotok, és mi az, amit szeretnétek létrehozni, és az mennyibe kerül. Az adósság kényelmének feladása. Hány olyan nézőpontunk van, hogy ahhoz, hogy hasonlítsunk azokra, akikkel körülvesszük magunkat, vagy akik körülvesznek minket, ugyanazt a pénzügyi valóságot kell teremteni. Mi van, hogyha ez nem igaz? És mi volna akkor, hogyha hajlandóvá válnál, hogy pénzt birtokoljál? Még akkor is, hogyha ez a környezetedben kirívó. És mit is jelent rendelkezni a pénzzel? Milyen érzéseket, érzelmeket hoz fel? Milyen gondolatokat, milyen nézőpontokat teremtesz, amikor azt mondjuk, hogy rendelkezel a pénzzel? Ez könnyű vagy nehéz? És hogyan tudjuk megváltoztatni a pénzhez való viszonyodat? Szóval hagyd abba a pénz elkerülését és az elutasítását. És ehhez egy nagyszerű eszköz a hála. Nézd meg, hogy mit van. Még hogyha nem is pénz, de mi van a tulajdonodban, ami megadja azt a stabilitást, amiről azt gondoltad, hogy nincs. Mi van, hogyha sokkal több mindened van, mint amit idáig elismertél, hiszen mindannyiunknak van hol laknia,
van mit ennie, nem fogunk éhen halni, nem vagyunk hajléktalanok, és rengeteg lehetőségünk van arra, hogy még többet hozzunk létre, és még többet teremtsünk. De a teremtésed forrása te vagy. És mindenhol, ahol kifogásokat használunk arra, hogy miért nem teremthetünk, vagy miért nem teremthetünk többet, azt hajlandóak vagytok-e elpusztítani, eltörölni, és nem teremtetté tenni. Mit hozhatsz létre te ma? Abból az erőből, aki te vagy. Abból a potencialitásból, aki te vagy. Azzal a tudással, ami benned van. Azzal az elköteleződéssel, ami te vagy. Szóval erről fog szólni a második fejezet. Aztán a harmadik fejezet. Hogyan teremts új pénzügyi valóságot itt és most? Hajlandónak kell lenni, megtenni bármit, ami szükséges. Szóval ez a könyv ez nem arról fog szólni, hogy meditálunk, és vonzuk a pénzt és a teremtést, és akkor majd, mint a sült galamb a szánkba repül, bár végül is ez is lehetséges, hogyha elhiszed, hogy ez működik, hiszen a nézőpontot teremti a valóságod. De tudnod kell, hogy hajlandónak kell válnod mindent megtenni azért, hogy megteremts azt a valóságot, amit létre szeretnél hozni. Hiszen ha nem, akkor már csak a gondolataidban marad benne. Szóval, amikor az Access-ben azt mondjuk, ez az egyik mantrája az Access-nek, hogy az életben minden könnyedén, örömmel és ragyogva árad felénk. De ez nem azt jelenti, hogy az életünk innentől kezdve könnyű lesz. Ez ijesztő is lenne, hiszen ugye az emberek nem szeretik a könnyedséget, vagy nem ismerik el azokat a teremtéseket, amik könnyedén jönnek létre. Szóval nem kell megijedned, nem feltétlenül lesz minden könnyű. Igenis ki kell lépni a komfortzónából. Igenis mást kell választani, mint ahogy Einstein is mondja egy idézetben, hogyha mindig ugyanazt választod, de más eredményt vársz, az a legnagyobb őrültség a világon. Szóval, hogyha mást szeretnél létrehozni, akkor mi mást tehetsz, ki más lehetsz, ami lehetővé teszi neked azt, hogy létrehozzál egy teljesen új, egy teljesen más valóságot. Add fel a logikus és őrült okokat, hogy miért nincsen pénzed. Hányszor használod ugyanazokat a panaszkodásokat, ugyanazokat a sztorikat arra, hogy újra és újra megteremtsd a pénz nélküliséget, amit választottál idáig. És mi kellene hozzá, hogy kíméletlenül őszinte legyél magaddal? Hányszor csapod be saját magadat? Hányszor csapod be magadat a kifogásaiddal? A nincs lehetőségem nézőpontjaiddal. A nincs más megoldás nézőpontjaiddal. Hogyan tudod ezeket elpusztítani, nem teremtetté tenni, és új nézőpontok alapján megnyitni a végtelen lehetőségek terét? És bízzál abban, hogy tudod. Bízzál magadban. Mi az, amit idáig nem ismertél el magadban? Milyen képességeidet, kapacitásaidat tetted rosszá, ahelyett, hogy tudnád, hogy bármire képes vagy? Ha választod, ha szeretnéd létrehozni, ha tényleg szeretnéd megteremteni. Erről fog szólni az első rész, első három fejezete. Aztán rátérünk a pénzre. A második részben. Pénz, gyere, pénz, gyere, pénz, gyere. 10 olyan dologról fogunk beszélni, ami ráveszi a pénzt, hogy hozzád érkezzen. És jöjjön, és jöjjön, és jöjjön. Izgalmasnak hangzik? Ez volt az egyik kedvenc részem a hívás sorozatban. Az 5. fejezetben tegyél fel olyan kérdéseket, amelyek meghívják a pénzt. És a 6. fejezetben tudd pontosan, hogy mennyi pénzre van szükséged ahhoz, hogy örömteljen élj.
nem ahhoz, hogy túlélj, hanem ahhoz, hogy azt az életet hozd létre, ami tényleg örömmel tölt el. A 7. fejezetben beszélni fogunk arról, hogy hogyan tudjuk birtokolni a pénzt. Rengeteg eszközt fogtok használni, kapni, és remélhetőleg elkezditek alkalmazni, ami lehetővé teszi, hogy ne csak mindig kimenjen a pénz, ami beérkezik, hanem maradjon is, és elkezdjen egy olyan biztonságot adni, hogy tudod, hogy van pénzed, tudod, hogy mindig van. Ez biztonságot ad, de ehhez nem nyúlunk hozzá. Ez a saját magunk megtisztelése, magunknak az ajándék. Szóval mi kellene hozzá, hogy ne csak áramoltatni tudjuk a pénzt, hanem meg is tudjuk tartani. Ezekre kapunk eszközöket a 7. fejezetben. Aztán a 8. fejezetben beszélünk arról, hogy hogyan ismerheted el magad. Hiszen ez az egyik legnehezebb dolog, amire nagyon-nagyon kevesen képesek, hogy elismerd azt a csodát, aki vagy, elismerd a képességeidet, a kapacitásaidat, és tudd, hogy bármire képes vagy. A 9. fejezetben pedig arról lesz szó, hogy hogyan tudod azt csinálni, amit szeretsz. Hányan vagyunk, akik kényszerből dolgozunk, olyan munkát végzünk, vagy végeztek, amit nem szerettek, és mi kellene hozzá, hogy elkezdjünk átslisszolni oda, abba az életbe, ami az áloméletünk, amit igazán szeretünk csinálni, ami igazán boldogsággal tölt el. Mi kellene hozzá, hogy a hobbid, vagy az a játék legyen az életed, a hobbid legyen az elköteleződésed, a hivatásod, amit választhatsz, és hogyan tudsz abból megélni, hogyan tudsz belőle pénzt teremteni. A 10. fejezetben elkezdünk odafigyelni a gondolatainkra, hogy mit tudsz, mit mondasz, mit gondolsz, és mit teszel, és ez hogyan befolyásolja a valóságodat. Elkezdünk tudatosan működni a gondolatainkkal, amik irányítják akár a pénzügyeinket, akár minden más aspektusát az életünknek. A 11. fejezetben elengedünk minden olyan elképzelést a dolgok végkimenetelével kapcsolatban, amiről eldöntöttük, hogy hogyan kell lennie, hogy hogyan működhet, és hogyha nem úgy működik, akkor milyen csalódást okoz nekünk. Szóval mi kellene hozzá, hogy megengedjük, hogy a dolgok bárhogyan létrejöjjenek, bármi lehetséges. És mi van, hogyha pont az jelenik meg, amit kértünk? Csak lehet, hogy nem így képzeltük el. Mi ez a megengedés, akik lehetünk, hogy a dolgok bármiféleképpen megjelenjenek? És adjuk fel, hogy a sikerben, bukásban, a szükségletekben és az akarásban higgyünk. Mi van, hogyha nincs szükségünk semmire? Mi van, hogyha szükség, a szóban is benne van, azt teremti az életünket? Mi kellene hozzá, hogy ezt megváltoztassuk? Szóval erről fogunk beszélni 12. fejezetben. És ehhez viszont óriási szükségünk van arra, hogy hajlandóvá váljunk kontrollon kívül lenni. Ez nagyon-nagyon nehéz. Hiszen, hogyha te egyedül szeretnéd megoldani az életedet, akkor csak egy nagyon-nagyon picike kis torta szeletét használod annak, ami lehetséges. Mi van, hogyha elkezdesz bevonni másokat a teremtésbe, és megengeded az univerzumnak, hogy bárhogyan hozzájárulás legyen az életedhez? A 15. fejezetben pedig a pénzáramlásról fogunk beszélni, szót ejteni röviden. Úgyhogy ez lesz a 2. fejezetben, a 2. részben.
A harmadik rész az összegzésről és eszközökről fog szólni. Rengeteg eszközt fogunk alkalmazni nap mint nap, hétről hétre, hónapról hónapra, ahhoz, hogy teljesen új pénzügyi valóságot hozzunk létre. Ebben benne lesznek az Access Consciousness-nek az eszközei, tisztító mondat, amiről már beszéltem, hogy hogyan használd, benne lesz a BARS, mint a befogadásnak a növelésére egy technika, és az összes pénzes tisztítás, ami kitisztítja a nézőpontjaidat, hozzáállásodat az eddigi pénzügyi valósághoz, hogy egy új valóságot, egy vágányváltást hozzunk létre. A negyedik részben pedig különböző vicces, érdekes sztorikat fog Simon megosztani, erről fogunk beszélgetni, és természetesen az egész könyvklub nagyon-nagyon interaktív lesz. Rengeteg feladatot, házijátékot fogtok kapni napról napra, hétről hétre, a Facebookos csoportunkban egymást megerősítve továbbra is hozhattok fel példákat az életetekből, hozhattok fel sikertörténeteket, élményeket, akár beragadásokat, amikből ki tudunk mozdítani közös erővel. Úgyhogy egyre többen vagyunk ebben a könyvklubban, és nagyon-nagyon hálás vagyok, és nagyon örülök neki, hogy sokan jöttetek tovább velem az előző könyvklubból. Én nekem egy óriási élmény volt, és egy olyan társaság rázódott össze a 6 hónap alatt, akikkel, hogyha tovább haladunk, én azt gondolom, hogy rengeteg csodálatos kalandunk lehet még a pénzügyi változások terén. Kaptam sikersztorikat, kaptam mindenféle visszajelzést a változásokról, amit létrehozott a könyvklub, és mit teremthet a te életedben, hogyha választod a változást, hogyha elkezdesz tudatosan ránézni arra, hogy mi az, ami többet teremtene az életedben, és hogyan tudunk haladni ezekkel. Úgyhogy nem tudom, hogy van-e kérdésetek, nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagytok, remélem tudtam egy pici inspirációt adni arra, hogy más is lehetséges, nem csak az, amit idáig elképzeltünk, hogy lehetséges. És ki az, aki még csatlakozna ehhez a csodálatos felfedező úthoz, akár folyamatosan, akár később becsatlakozva, akár visszamenőlegesen is végignézve a különböző Zoom hívásokat. Ami szintén fontos, hogy mindenki, aki a könyvklubnak, ennek a rendszeres könyvklubnak a tagja, az havonta egyszer, bármelyik választott időpontban ingyenesen jöhet a személyes klubunkra, bármelyik BARS cserére, előre egyeztetve meg tudjuk beszélni, hogy mikor, hogyha Budapesten jártok, hogyha nem vagytok budapestiek, akkor is bármikor, hogyha erre felé jártak, nagyon nagy szeretettel várunk a Kreativita központban, ahol szintén már egy ilyen nagyon szuper könyv, klub hangulat van, és mit hozhatunk létre abból a térből, hiszen amikor egy ember gondol valamit, és azzal valaki egyetért, vagy reagál rá, azzal már egy új valóságot teremtünk, egy új realitás jelenik meg. És hogyha minél többen fogunk össze, hogyha minél többen haladunk ugyanabba az irányba, veszünk részt ugyanabban a kalandban, akkor mit teremthetünk, ami egy teljesen új, egy teljesen más, egy teljesen örömteli, kalandos, vicces és bolondos új életet hoz létre, ami neked működik. Hol ragaszkodunk a sok-sok hülyeséghez, a sok vacakhoz, a vacakoláshoz, a problémákhoz, a panaszkodáshoz, ami teremti a valóságunkat, ami nem engedi meg, hogy tényleg élvezzük az életünk minden pillanatát. Erre foglak invitálni titeket ebben a pár, hát én nem is tudom, pár hétben, pár hónapban, pár évben, ki tudja.
mi kellene hozzá, hogy kinőjük magunkat, nem csak az access berkeiből csatlakozhatnak hozzánk, hanem bárki, aki nyitott a változásra, és milyen teret nyithatunk meg, hogyha egyre többen gondolkodunk tudatosan, egyre többen teremtünk a tudatosság teréből, az öröm teréből, a bőség teréből, és hogyan változtathatjuk meg akár a környezetünket. Az, hogy te változol, milyen változást indíthat be azokban, akik látják rajtad a változást, akik látják rajtad az örömöt, akik elkezdenek veled együtt örülni. Ahol már nincs verseny, ahol már nincs kompenzálás, hanem együtt teremtés van. És ezt szeretném létrehozni ebben a csoportban, hogy együtt teremtsünk, együtt támogassuk egymást, ha éppen valami jó dolog történt veled, vagy hogyha éppen valamibe belekeveredtél, amiről azt gondolod, hogy nem jó, de mi van, hogyha pont az visz afelé, az élet felé, amit élni szeretnél? Mi van, hogyha egy-egy úgy nevezett csalódás a következő lépés a célod eléréséhez? És soha nem a cél a fontos, hanem a megtett út. Mi kellene hozzá, hogy élvezzük azt az utat, amin végigmegyünk, még akkor is, hogyha néha kicsit rögös, hogyha néha kicsit nehézkes, hogyan tehetjük könnyeddé és örömtelivé, és hogyan használhatjuk azokat a kis rögöket, kis akadályokat, akár ugródeszkának az életünk teremtéséhez. És hogyha valami nem úgy alakul, ahogy szeretnénk, amit Simon is írt a könyvében, és amiről beszélni fogunk. Mi van, hogyha elismernénk, hogy az a kiinduló pontja annak, hogy akár, hogyha létre is tudtuk hozni a nehézséget, akkor azt könnyedén és örömmel meg is tudjuk változtatni. Szóval mit választhatsz most, mit változtathatsz meg most, ami még soha nem volt lehetséges számodra, vagy nem hitted el, hogy te meg tudod változtatni. Ha tudod, hogy te vagy az életed teremtője és irányítója, és mindent te hoztál létre, ha elkezded vállalni a felelősséget, nem megítélve magaddal, hogy mennyi mindent hoztál létre, ami nem olyan, mint amilyennek szeretnéd, hogy legyen, hanem tudod, hogy oké, én teremtettem, mert ez volt az értéke, de mit teremthetek most, hogyha ezt létre tudtam hozni, akkor mi van, hogyha létre tudok hozni bármi mást? Nagyon izgalmas, nagyon érdekes ez az út, és nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt voltatok ezen az úton, és hogy jöttök velem végig ezen az úton. A márciussal kezdjük a könyvklubot, márciusban indul be a teremtés, illetve nyilván már most is teremtünk, és azzal, hogy itt voltatok és meghallgattátok ezt a pici kis bevezetőt, ezt az kis intrót, azzal már ráléptetek arra az útra, ami a változást hozza az életetekben. Március izgalmas lesz, hiszen két hívást is Tájföldről fogok levezényelni, remélem lesz internetem, viszem ezt a csodálatos könyvet kintre, és remélem az időzónákkal is majd fogunk stimmelni, úgyhogy inspirációt fogok küldeni nektek a tengerpartról, hogy bármi lehetséges, ott fogom tartani ugyanis az első nemzetközi, az első külföldi tanfolyamomat, Tájföldön, Kocsangon, egy picike kis szigeten, egy ökofaluban. Szóval mit hozhatunk létre, ami még soha nem volt lehetséges, amire azt gondoltuk, hogy lehetetlen. Ha tudjuk, hogy a lehetetlen nem létezik, akkor milyen lehetőségeket választhattok, hogy én is választottam, ami létrehozza azt az életet, amit teremteni szeretnétek. Nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok nektek, hogy jöttök velem. És mit hozhatunk létre, ami még soha nem létezett.
Ennyit szerettem volna így bevezetésként, hogyha van kérdésetek, akkor arról még beszélhetünk. És jövő héten, kedden, 9 óra 5-kor szokásos időben találkozunk. Természetesen, hogyha valaki nem tud részt venni a Zoom-okon, minden Zoom-ról felvétel készül, írásbeli anyagot is kaptok majd a házi játékokkal, rendszeresen a közös Facebook csoportunkba, amiben bármikor beleírhattok, bármilyen kérdést feltehettek, és egymást támogatva, inspirálva, motiválva teremtünk egy más valóságot, egy új valóságot, egy vágányváltást az életünkben, egy felminősítését az életünknek, amiben minden lehetséges. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Másfél órásak lesznek a hívások. Most ez a kis intro, ez rövidebb, hiszen ez most csak egy ilyen kis ízelítő volt. Úgyhogy 9 óra 5 perctől minden kedden 10 óra 30-ig vagy 35-ig fognak tartani a hívások. Havonta egy klub estel, vagy egy cserebere alkalommal, amire tetszőleges időpontban eljöhetsz, és rendszeres házi játékokkal, házi feladatokkal, és mindenféle fincsiséggel, ami inspirálhat titeket a változásra. Úgyhogy legyen csodálatos napotok ma is, élvezzétek a napsütést, élvezzétek a napotokat, nézzétek meg, hogy mi az, aminek örülhettek, mi az, amiért hálásak lehettek, mi az, ami csodálatot hoz a napotokba, ami inspirálhat arra, hogy még többet kérjetek abból, ami már most csodálatos az életetekben. Szóval legyen gyönyörű napotok, és jövő kedden találkozunk. A csoportba folyamatosan be tudtok lépni, aki már regisztrált, elküldtem a csoportnak a linkjét, úgyhogy várlak titeket szeretettel oda, és már most összeírhatjátok a kéréseiteket, a kérdéseiteket, és hogy merre fele haladjunk a következő könyvklubon. Hogyha van bármi speciális, amiről szeretnétek beszélni, amit szeretnétek a következő hívás alatt, hogy facilitáljunk, írjátok bele a csoportba, és teremtsünk közösen valami más, valami új, valami nagyszerű valóságot. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Hű, felfelé és messze. Igen, igen, szárnyaljunk, repüljünk bele a végtelen lehetőségekbe. Sziasztok!